A koronavírus világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásai mindenkit elérnek. Egy globális felmérés pedig arról tanúskodik, a pandémiáról szóló hírek a legintenzívebb stresszgerjesztő faktor manapság. A New Yorkban élő francia illusztrátor, a 33 éves Laurent Boglio saját módszer dolgozott ki ez ellen. Napi fél órára korlátoztam a hírek követését. És minden nap készítettem egy rajzot, egy gifet a járvány olyan aspektusáról, ami aznap megérintett, aggasztott. Tehát megragadom a félelmem, viccessé változtatom valahogy, és amit megosztom a netten, már is útjára engedem, megszabadulok tőle, valla pandémiás stressz kezeléséről Laurent. A médián keresztül terjedő szorongás mellett a másik két fő stresszforrás a társadalmi kapcsolatok és a szabadidős tevékenységek hiánya. A csapatsport barátokat és bajtársokat ad. Ezek a kapcsolatok nagyon hiányoznak, mert a Facebook üzengetés nem ér fel a közös sörözéssel a bárban egy rögbi meccs után, vallja Francis Berryman, a 27 éves kót mikrobiológus és rögbi játékos. A világjárvány mentális hatásait kutató, a DynaCore projektet koordináló dr. Kallis szerint két kulcsfontosságú tényező képes segíteni. Az egyén szociális hálója és a pozitív gondolkodás, a hozzuk ki a legjobbat a helyzetből mentalitás. Sokan kiütést kapnak a pozitív gondolkodásra ösztönző javaslatoktól. Azt mondják, ez egy pszichohumbog. Hogyan legyek pozitív, amikor rossz helyzetben vagyok? Hallani sem akarok erről. Na, pont ez nem segít, így lehet bekerülni egy negatív spirálba. Hozd ki a legtöbbet a helyzetből. Ezzel másokat is inspirálsz, mintát mutatsz, pozitív rezgésű energiát közvetítesz embertársaidnak, fejte ki dr. Kallis. A cél az, hogy elkerüljük a félelem békjóját, ami lehetetlené teszi a cselekvést és reménytelen passzivitásban nyom. A német tervező Steffen Kraft ezt úgy kerüli el, hogy normális életről álmodik. A koronavírus előtt minden egyes napon behúzott valami negatív dolog. A normalitást unalmasnak éltem meg. Most alig várom, hogy megölelhessem az embereket halálfélelem nélkül.